Látod ezt a széles táblát, búza, búza, meddig szemlát, pirkadattól estig vágom, nem lesz búza estig lábon. Hajlong a búza, jó mag lehúzza, lássunk hozzá mindnyájan. Hetedik alkalommal rendezték meg a kisdorogi aratónapot. Az eseménynek minden évben egy verseny is a része. Hagyományos népviseleti öltözékben, kaszákkal, sarlókkal dalolva indultak el a búzamezőre a csapatok, hogy a kijelölt parcellákat lekaszálják. Előtte természetesen egy laktató reggelivel kezdtek. Házi túró készült, házi körözött, házi túróból. Szalonna friss kenyér, ami most készült. Lilahagyma, amit úgy általában ilyenkor nehéz munka előtt tettek az emberek azért, hogy legyen erejük, hogy egész nap kaszálni, markot szedni, kötelet rendezni oda a marokszedőknek, tehát ez egy erőteljes nap lesz. Kovászos uborka, lilahagyma, erős paprika, és ez ilyen üdítő jellegű a kaszásoknak. Nagy szegénységbe ijetettek, pityokával. 7-5 fős csapat mérte összetudását, köztük volt a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete is. Ez azért fontos, mert hogy így visszahozzuk a régi időt, a másik dolog, hogy együtt vagyunk, és ez a találkozás, ez ilyen közösségformáló is, hogy mindegyikünk megismeri a másikat, úgyhogy mi másodjára vagyunk itt, először csak nézelődni jöttünk, de most meg aratunk. Én markot fogok szedni, és azért vállaltam ezt, hogy gyerekkoromban szedtem markot. A sarlót eltettem ugye a láb alá, hogy nehogy valaki belelépjen, de úgyhogy igen. Én például markot szedek. És akkor megvan már mindenkinek a szereposztása, ki teríti a kötelet, én teszem a kötérre, akkor ki, aki kötözi, és úgy megy a folyamat. A régen egy kicsit hajnalban, jobban hajnalok hajnalán, de ugyanúgy megtartjuk a módját, mert régen is az volt, hogy korán kimentünk a mezőre, és ugyanúgy megterítettünk, és csak utána kezdtünk aratni. Úgyhogy, de hát ilyenkor már vastag, már nagyba kaszáltunk, és arattunk. A program célja egyrészt az, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen is volt, amikor mindössze egy kéziszerszámmal takarították be a kenyérnek szánt gabonát, és hogy megtanítsák nekik a kaszálást, a kötélfonást, illetve hogy milyen módon kell sarlóval markot szedni, mennyi kévét kell egy keresztbe kötni. Ez most már hagyománnyá vált kisfalunkban. Az első 5 alkalommal úgy történt, hogy mindig csak egy vendégcsapatot hívtunk meg, és azt tudtuk vendégül látni. Tavaly egy nagyobb pályázati lehetőség volt, és akkor nagyobb színvonalúra tudtuk ezt hozni, és több csapatot hívni, és úgy gondoltuk, hogy mivel az nagyon jól sikerült, akkor így az idei évben felszólítottunk több egyesületet is, hogy fiatal tagokat is hozzanak magukkal, gyerekeket is, hogy legyen élményük ebben, és ők is részt vegyenek, és lássák, hogy nem csak úgy kerül az a kenyér az asztalra, hogy a boltba megvesszük, hanem azért keservesen meg kell dolgozni, főleg a régi időben, amikor még nem volt ennyire gépies is ittve minden. A versenyre érkeztek Nagymányokról, Majosról, Teverről, Kétről és Szekszádról, illetve 2 kisdorogi csapat is indult a megmérettetésen. Kötélfonás, amivel majd összekötjük utána a kévéket. És miből van? Ez sás. Sás. Sásból, ami a tavaknak az oldalán, partján ott terem. Ugyanúgy elevenítsük fel most is, mint régen, hogy mindenki kipakolja a kis terítőjére az elemózsiáját, ez általában szalonna, régen volt még málé, aludtej, kinek mi volt éppen főtt krumpli, és akkor nekiálltak és egy kicsit falatoztak, megitták azt az egy aratópálinkájukat, mert az ugye egy kicsit oltotta a szomjat is, és akkor énekléssel elkezdték az aratást, általában egy arató, most itt úgy van, hogy egy arató megy elől, utána jönnek a marokszedőasszonyok, és egy-kettő, aki fonja a kötelet, és ráteszik a markot, kötéllel átkötik, és akkor annak is
jelentősége van, hogy a kévéket hogy teszik keresztbe, hogy a kalász hogy van, hogyha esik az eső, ugye régen nem tudták azonnal csépelni, mert nem mindegy, hogy hogy folyik le róla a víz, hogy ne rohadjon el a búza. Mikor gyerek voltam, édesanyám elküldött, hogy az édesapámnak vigyek vizet, meg ebédet. Aztán nagyon a tarló ugye kivérezte a lábamat. Hát én jajgattam egész éjjel, mert annyira fájt a lábam. De volt úgy, hogy megcsúsztam, az kiesett, kiburult az ebéd, úgyhogy kikaptam. De vissza kellett menjek egy másik ebédért, erre emlékszem. És akkor már jó volt, de még jobban véres lett a lábam, ugye a tarló fölsértette a lábamat, mert nem volt cipő. Nem volt akkoriban cipő, mert én még akkor éltem, amikor ez történt. A tavalyi évben még egy cséplőgépet is kivittünk az aratás helyszínére, próbáltunk egy kicsit kicsépelni, meg vittünk ki egy malomkövet is, őröltünk egy kis buzát is, azt is bemutattuk, de hát most már az csak éppen muzeális jelleggel van egy-kettő darab a faluban. A hetedik kisdorogi aratónapot végül a Teveli Székelykör nyerte, a második helyet a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület szerezte meg, harmadik helyezett pedig a Kétyi Székelykör lett.